Köszöntök mindenkit itt a Nyíregyházi Egyetemen, és nem csak a saját nevemben természetesen. Teltház a Nyíregyházi Egyetem egyik előadójában. Közel 200 diák érkezett az intézmény felvételi élménynapjára. A rendezvényre a továbbtanulás, pályaválasztás iránt érdeklődőket várták. Az eseményen a kampusz választható képzéseiről, e-felvételiről, jelentkezési feltételekről is tájékoztatták a hallgatóságot. Tavaly jelentős változások történtek a felvételi rendszerében, idén pedig a többletpontokhoz jutás terén kaptak nagyobb hatáskört az egyetemek. Nagyon sokféle lehetőséget biztosítunk erre, akár az emelt szintű érettségivel, akár meglévő nyelvvizsgával, akár egyéb végzettségekkel, vagy csak bizonyos szintű nyelvvizsgákkal is tudunk többletpontokat adni, de ami talán a legnagyobb érdeklődésre tart számot az az, amit mi úgy neveztünk el, hogy felkészítő kurzus az egyetemi tanulmányokra. Ez egy 10 alkalommal szervezett kurzus, ezen kell a érdeklődnek részt venni legalább 5 alkalommal, és ha ezt megteszik és előtte regisztrálnak nálunk, akkor ezt a 100 pontot jóvá tudjuk számukra írni. Tutori, mentori, támogató, kutatást elősegítő környezet vár benneteket, amely nagyon kevés vidéki egyetemen van. A kampuszon több mint 2 éve mentálhigiénés és esélyegyenlőségi központ is működik. Itt sokféle szolgáltatással segítik a hallgatókat. A Nyíregyházi Egyetem egyik hívós szava az, hogy gondoskodó és esélyteremtő egyetem vagyunk. Biztonságot igyekszünk a mai világban adni a fiataloknak. Az általam vezetett mentálhigiénés és esélyegyenlőségi központ egyéni konzultációkkal, tanulási tanácsadással, tréningekkel, mentálhigiénés konzultációkkal segíti a fiatalok egyrészt beilleszkedését, másrészt azért, hogy jól érezzék magukat az egyetemen. Ez egy well-being stratégia, vagyis jóléti stratégia. Segítünk abban, hogy ösztöndíjakhoz hozzájussanak, ezeket fel is kutatjuk, illetve segítünk abban, hogy benne is maradjanak a felsőoktatás rendszerében nehézségek esetén. A kollégáink magas szintű programozási nyelvet tanítanak, és hát ezzel képviselik magát az intézményt, országos szinten és világszinten is, akár publikációban. A képzésekről az egyetem intézetei interaktív tájékoztatókat is szerveztek. A LEGO stúdióban többek között VR szemüveget, LEGO robotokat is kipróbálhattak a leendő egyetemisták. A kampuszon jelenleg 4000 hallgató tanul, 25 alapképzési, 7 felsőoktatási szakképzési szakon, közismereti tanári szakokon és duális rendszerben is zajlanak képzések. Ezeken kívül számos diplomára épülő szakot is kínál az egyetem. A szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre legkésőbb február 15-e éjfélig adhatják le jelentkezéseiket e-felvételén keresztül a továbbtanulni vágyók.